már 65 év, hogy el kellett hagyni a Magyarországot. Mi mindenre emlékszik vissza az 1944 előtti időkből? Sajnos nagyon mindenre. Azt lehet mondani, hogy mindenre. Ha az ember tud, még az esze megvan, akkor mindenre tud emlékezni, és én visszaemlékszek. Én 20 évet megyek iskolákba, és minden helyekre, ahol mesélek a itteni életünkről, és az elviszéről Auschwitzba és Birkenauba, úgyhogy már 20 év nekem az idáig van. De folytassuk tovább, mert látom, hogy az a gyerekeknek hiányzik valami. Nincsen a puzzle-t megtörve arra, hogy tudják összetenni a dolgokat, és hogy tudják azt, hogy mi történt velünk. Hát igyekszem mindig csinálni azt, amit én emlékszek, és én nem sajnos, nagyon jó, hogy én mindenre emlékszem. 10 éves volt, amikor elmentem innen, és 10 év után még visszajönnek dolgok, amik 10 évvel ezelőtt történtek. Úgyhogy nincsen semmi olyan dolog, amit nem tudok én máma választ adni. Ha nem tudok választ adni, akkor meghúzom a vállamat, és hagyom a dolgokat szaladni. A világ mely részein tanítja a zsidóság történetét, illetve mesél a zsidóság történetéről, merre mesél a gyerekeknek? Én voltam Jeruzsálemben, ott van a Yad Vashem. A Yad Vashem az egy alakulat, ahol ott összeszedték az összes zsidó országoknak a történetét, és tovább viszik. Magyarországon voltak ott 30 óvónők és tanítók, és még akik vezetik ezeket a dolgokat, és tudták nálam, hogy tudnak kapni olyan történetet folyamosan, hogy nem kell sokat mesélni még, mert érthető a dolog. Úgyhogy én erről a részből mindig, mikor jön valaki, akkor Yad Vashemből erről a helyről, meghívnak, és én elmeséltem nekik, hol éltem itt, mi történt velem itt, és mi történt tovább, mikor el kellett innen Szegedre menni a téglagyárba, és mi történt a téglagyárból tovább, mikor Auschwitz és Birkenauba értettünk. Megérkezik egy gyerek, egy 10 éves gyerek, se apja, se barátja, se senki, és szaladok tovább, mert az idő nagyon gyors volt. Ajra gyors volt, nem tudta az ember, hogy hol van. Megérkeztünk a Mengele, ha nem tudja ki ez Mengele, én azok, aki áltottan és jobbra küldt azokat, akik elégettek, és balra, akik mentek munkába. És én a tanítom, Rod Zoltán volt a tanító itten, engem elkapott, és azt mondta az anyámnak, hogy ő jön velem, én vigyázok rá. Ő is vigyázott rá egy bizonyos ideig, addig még egyszer egy ilyen reggeli osztásnál összevezett ott a kapóval, és a kapó megverte, annyira, hogy folyt neki a vér a fejéből. Kijött, megölelt engemet, azt mondta nekem, öcsikém, többet nem látunk. És rászaladt voltak ott a drótkerítések a villammal, és elégett ott. 10 éves gyerek lát egy ilyen dolgot, összecsuklottam majdnem. De én azt mondtam, én erős vagyok, és folytatom tovább. És mentem folytatni tovább. Addig még elkezdett, ki kellett Auschwitzot és Birkenaut üríteni, és akkor csináltak 50 emberből egy csoportot, és kísérték két SS katona. És mindig, mikor leültünk, voltak emberek, akik nem tudtak fölállni. Aki nem tudott fölállni, az kapott egy golyót a fejébe. És én ezt láttam mindent, és mikor az amerikaiak elkaptak bennünket már, hogy mondják azt az országos dolgot, elkaptak bennünket, mert megjöttek az amerikaiak, és ők kértek engemet, hogy én tudok-e nekik beszélni, hogy mi történt. Hát mondtam, angolul nem tudok, magyarul. Nagyon gyorsan találtak valakit, aki magyarul beszél, és én visszavittem nekik onnan Germániába, hogy ahogy mentünk végig az úton, és mi történt mindenkivel.
És ez egy olyan dolog volt, hogy még utána még mindig én csináltam, hogy mondják azt, előkészítést, és az, aki tudott magyarul, az fordított, és amikor már egy kicsit összeszedtem magamat, akkor mentem az amerikai konyhába dolgozni. Ottan a főnök volt egy szamál, szóval egy pasztorományos szamál, aki a főnöke volt az országosnak, és ő engem ki akart vinni Amerikába. Mondta neki, hogy nincsen gyereke, én nem állt Amerikába. Mondtam, én nem megyek, és a Vöröskereszt által a nagymamám kerestett az anyámat, és megtaláltak. És a levelen az volt írva, öcském, már mindenki itt hol van, te hiányzol. Én tudtam pontosan, hogy nem apám nem jött vissza, se anyámat és a testvéremet vitték utána elégetni. És ezért én nem tudom, hogy én visszamegyek, de hát láttam, hogy nincs ki út, mert nincs nekem senkim. 11 éve gyereknek nincsen senkije. Az volt a válaszom, hogy én megyek, és visszautazom Magyarországra. Ő engemet a Szamál Sheli, teletömött engemet pénzzel, a hátamra tett nekem evést, és kivitt engemet a vasútállomáshoz. Pontosan akkor kellett menni Pestre egy vonat, de bent a vonatban már nem volt hely, annyira zsufolt volt, hát mi fölmentünk a vagonoknak a tetejére, és ottan ültünk, mindenféle dolgokkal fogtunk magunkat, hogy elvigyen meddünket, és megérkeztünk Pestre. Mikor Pestre érkeztünk a nyugati pályaudvarnál, emlékszem, hogy az anyámnak, szegénynek volt egy testvére, aki lakott az első utcában, és emlékeztem a kerítésünk és mindenre, és fogtam magamat, mondom, mi történhet, fölmegyek. Fölmentem, az első emeletnél tudtam, hogy ő lakik, becsöngettem, kinyitott a nagynéném, az én nagynéném kinyitott az ajtót, és majdnem erre állult. Mert csont és bőr voltam. Hogy kerültem én ide? Mondom, hagyjatok pihenni, és akkor el fogok mindent mesélni szintén. És ez történt azzal, hogy én elmeséltem, hogy mi volt apám, ami történt, mint munkaszolgálatos, mert Oroszországban kísérte a német csapatokat, mint munkások. Ők mindent csinálták, egy ilyen munkás csoport volt. Ők csinálták a futóarkakat, és ők csinálták a falakat mindenbe. És egyszer egy ilyen amerikai repülők jöttek, és kezdték bombázni ott a dolgokat, és a bombák közben rengetegen megsérültek. Ő megsérült a lábába, és le kellett vágni mind a két lábát a térdőre. Honnan tudom én ezt? Akik voltak vigyázni rájuk, az nekem jött, és elmesélt, hogy mi történt apámmal. Tudtuk, hogy ő nem jön vissza, mert nem tudta átélni a dolgokat, és utána kezdődött az, hogy minket gettóba itt Kecelen, anyám vezette tovább az üzletet velem, én minden héten kétszer mentem, utaztam Kiskörösre vagy Sotvadkertre, ahol az apámnak az apja lakott, az is orvos volt, és hogy én vigyem, hogy az üzlet tudjon tovább menni, vittem javítani a dolgokat és bevásárolni. Ez történt addig, mikor egy szép napon azt mondták, hogy most a minden zsidónak el kell hagyni a házát, és bemenni a gettóba. A gettó volt a Szabolcs Lajosnak a egyik háza, és a zsidó templomnak a másik része, oda vittek bennünket, és ott kaptunk egy 4 méteres helyet, ahol a család leülhetett és betakarhatta magát. Addig még nem jöttek, és azt mondták, hogy aki tud menni munkába, az jöjjön ki az utcára.
és én anyámat nem hagytam békét, mert minden este valaki megbolondult, megőrült, és olyan, egy olyan dolgokat csináltak, hogy az ember félelme volt mindegy, hogy mi történik velünk. Anyám hallgatott rám, kivittek bennünket, azt hittük, hogy menjünk munkába, nem mentünk munkába, hanem kivittek az állomásra, és a vagonokba, ahol a marhákat és a lovakat vitték, be kellett szállni, és másnap reggel minket elvittek Szegedre, be a Borkaicsiak a téglagyárba. A téglagyárba voltunk egy hétig, addig még összeadték az összes zsidókat, Kiskörösről, Fogtőről, nagyapám jött Fogtőről. Ők is megérkeztek, és egy szép napon bevittek mindenkit az állomáson ilyen marha kocsikba, és kezdtünk utazni. És mi könyörögtünk, hogy mondják meg, hogy hova megyünk. Senki nem volt hajlandó, nem pénzért, nem aranyért, és nem ilyen semmiért mondani, hogy hova megyünk. Addig még 3 napot utaztunk, és 3 nap után megérkeztünk este, láttuk egy nagy-nagy részen villanykörtékkel a kerítés van, drótkerítés, és azt nem tudtuk addig, hogy a drótkerítésben van áram, ami áram magas feszültséggel, de nagyon gyorsan megkaptuk a dolgokat, hogy nem szabad közeledni, mert aki csak közeledik, az mehet, ráhúzza a dolgokat. Kezdtünk dolgozni. Mit csinál egy gyerek? Megy a konyhába dolgozni. Mentem a konyhába dolgozni, ott láttam, hogy ott lehet valamit ellopni, vagy valamit megkészíteni. Mentem, és ott dolgoztam. Láttam az embereket, akik kint dolgoznak ott körül, hogy mindig verik őket, és minden. Én pucoltam krumplit. A krumplinak a haját beletettem a nadrágom szárába, és kimentem, és elkaptak engemet, hogy én vittem nekik élelmet. 25 vizes könyvet kellett volna kapni a hátsó részemre, de nem tudtam én, csak a harmadikat, és a harmadiknál már elájultam. Onnan 2 kapó átvitt engemet a 24-es blokkba. A 24-es blokk volt az, összetették az embereket, és minden este jött 4-5 kocsi, belakták az embereket, és vitték a masszorfotba. Hogy mondják masszorfotba? Elégetni őket. Hát megjött az én részemről az is, hogy engemet is elkaptak, de nekem volt egy kanalam, aminek a másik részét én kihegyeztem, hogy legyen egy tudjam őszerre. Átvittek a 24-es blokkba, akkor ott a falak szeretőszból voltak. Én csináltam egy lyukat, és átmentem. Átmentem, de hova megyek? A 14-es barakba nem mehetett, mert ott minden órában számolták, ha 10 volt, vagy 20 volt, az nem volt baj. De ha volt egy a számolás között az előbbi számolásnak, akkor mindenki kapott verést, hogy mondják meg, hogy ki az, aki jött mostan, és nem volt előzőleg. Ez úgy történt a dolgban, ott nem mondta senki meg, én ott voltam, és szintén elkezdtem menni a konyhába dolgozni. Minden nap 10 órakor körül jött Mengele, az orvos, aki szintén jobbra-balra, aki jobbra, az megy elégetni, aki balra, az megy munkába. Hát ő szintén úgy viselkedett velem, hogy már találkoztunk. Találkoztunk, én mondom, hogy nem tudom, hogy találkoztunk-e. Mondta a 2 kapónak a 24-esben, én megint elkerültem oda. Elkerültem oda, és onnan engemet átvittek, szintén egyik nap a krematóriumba elégetni. Már levetkőztettek bennünket, és bevittek egy ilyen folyosón. Ültünk ottan, és mindenki imádkozott, és mindenki könyörgött a Jóistennek, hogy segítsen meg. Egyszer csak kinyílt az ajtó,
és három vagy négy nyelven mondták, akinek még van ereje, szaladjon ki, öltözzön föl, és álljon ott a hanzsákban. Hát, mit csináltam én? Fölálltam, és kezdtem szaladni. Kezdtem szaladni, kiérkeztem, én nem emlékszem rá pontosan, hogy mit vettem föl Ingenek, mit vettem föl alsónadrágnak, de a cipőt megtaláltam az enyémét. Úgyhogy én szintén tudtam menni. Legalább az meg volt, hogy tudtam menni. De egy napon, szép napon minket is összeszedtek, és mentünk lefelé, tartani magunkat, hogy tudjunk tovább menni. És én nem tudom, elájultam, vagy elaludtam, de levettem a cipőmet, mert éreztem, hogy valami bement a cipőbe, és az zavar engemet. Fölébredek, nincs cipő. Nincs cipő, én még karisnyám se volt. Kezdtünk menni, de tél volt, mentünk hóba, hérde a jégen, minden az, és az csináltak, hogy ma azért megyek bottal, mert itt ez a körmös az ujjak alatt, van az a hús, az meg van fagyva, és minden lap, minden nyomása ezen a dolgon, ez engem tönkre tesz. Ez annyira fáj, és annyira nem tudok mit csinálni. Az orvosok is mondták nekem, nem tudják mondani, hogy az levágják, az jobb lesz, vagy nem lesz jobb, de ők azt mondják, hogy fájjon, és tudjak magamnak csinálni és a csöndet, hogy ne csináljak semmi vágást. Maradjak, fáj. Sok fájdalom miatt mentünk már akkor, és én szintén ebben a dologban maradtam az én dolgom, hogy fáj, akkor nyögök. Hát megrázogott hallani ezt a történetet, és további sok-sok egészséget, és úgy látom, hogy nagyon népes a családja, úgyhogy sok boldogságot kívánok a családnak is, és örülök, hogy itt köszönhettem kezdve. Nagyon szépen, és én örülök, hogy van valaki még, aki meg tudja az embert hallgatni. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Jó. Köszönjük. És a türelmet is.